Ipari kémkedéssel vádolják a Szilícium völgy egyik legnevesebb önvezető autókkal foglalkozó mérnökét. Anthony Lewandowski a Google önvezető cége, a Waymo egyik alapítója volt. Az amerikai igazságügyi minisztérium gyanúja szerint, amikor három éve az Uber önvezető részlegének élére került, 10 gigabájtnyi jogvédett információt vitt át a laptopján új munkahelyére a 14 ezer dokumentum között kritikus fontosságú mérnöki információk is szerepeltek az önvezető autók hardverének kialakításáról. Az Uber ugyan megígérte, hogy nem fogja használni a vád szerint ellopott technológiát, és részesedést ígért a cégben a Google-nek, de ezzel nem sikerült elkerülniük az eljárást. A cégtől azóta kirúgott Lewandowski tagadja a vádakat.